Mesével kezdődött a bábtábor. A táborvezetők bábukkal és természetesen a gyerekek bevonásával adtak elő történetet, hogy kiderüljön, mennyi varázslatra van lehetőség néhány figurával. Egyszer volt, hol nem volt. Az óperenciás tengeren innen, az üveghegyen túl, ott, ahol a kurta farkú kismalac túr, ott éldegélt. Ez az öreg király, akinek az egyik szeme mindig sírt, a másik meg mindig nevetett. A Majorka Színház évről évre tart bábtábort alsó tagozatosoknak. A napközis táborban a gyerekek bábfigurákat készítenek maguknak, kis történeteket találhatnak ki hozzájuk, és közben a színpadi játékkal is megismerkednek, hiszen a szervezők reggelente gyerekelőadással kezdik a foglalkozást. Utána pedig indul a kreatív, játékos alkotás egy héten át minden nap. Az első napon a kasírozás, a második napon a festés, a harmadik napon a hajak ragasztása, a negyedik napon történik a bábtesteknek a kiosztása, megtömése. Van, aki nagyon-nagyon szeret elmélyedni, és olyan szinten, hogy semmilyen segítséget nem kér, mert mondjuk rutinos már volt esetleg a korábbi években is, viszont van olyan is, aki nagyon bizonytalan, és nem szeretne rosszat csinálni, és ezért mindenben kér segítséget, úgyhogy nem egyformák a gyerekek. Minden gyerek a saját fantáziája szerint készítheti el a játékát, ami mégis mind olyan minőségű lesz, amit aztán később is tud használni. Bálint például saját magát formálta meg, míg nővére Anna egy indián lánybabát alkotott. Itt fogod, ennél a falnál, ez eleve bele volt eszkábálva, nem nekünk kellett, és akkor itt, igen. Az én bábom az úgy készült, hogy egy anyának egy régi ruhájának az alját így levágtuk, és ezt így varrással és ragasztással rögzítettük. Ezek is tollak meg egy ilyen papucsnak a bőrszíja, ez lett az öde, és ez is egy papucsnak a része, ami így le van vágva, ez az orr része, ebből így le van vágva, ezek pedig ilyen fekete műtollak. A táborhoz nem volt szükség semmilyen előzetes tapasztalatra vagy kézügyességre, viszont a kicsiknek a kreativitásuk mellett a személyiségüket is fejlesztette. Még ha annyira nem is látványosan, de megnyíltak a kézműves feladatok és a színház segítségével. Olyan is van, akinek a színházban, a mesében lehet látni azt, hogy hogyan nyílik meg, ahogyan készíti a bábját, ahogy építi föl a hátterét, hogy milyen a karakter, ez a karakter, ez hol lakik, ez mit csinál, ennek milyen tulajdonságai vannak, és ezeket mind jó érzést látni rajtuk, hogy ahogy kibontják a figurát. Tehát nem annyira zárkozottak már a tábor végére sem a színházi értelemben, sem a közösségi értelemben. Nem kérdés, a gyerekeket bevonzotta a mese, a napi előadást aktívan és tátott szájjal hallgatták végig. És innentől kezdve mondhatnám, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak, de mivel ott volt velük a szépen zengő pelikánmadár, mindig énekelt a fülükben, akkor ők megöregedtek? Nem. Akkor meghaltak? Nem. Tehát boldogan éltek, mert meg nem haltak. Itt a vége. Fuss el véle, hogyha tetszett, tapsolj!